27. fejezet Az éjjeli pávaszem A kolostorhoz visszaérkezve György legelébb is misét szolgáltatott a szerencsés megmeneküléséért a pokoltornácából. Azután rende szerint meggyónt Páter Olofernónak, majd kihallgatást kérte a kolostor perjeljétől, s közölte vele a jégkereskedés tervét, amit az nagy készséggel fogadott úgy szinte a hajó bérlése szánt 200 kódit is. Ezzel a fiatal úr ellet hogy menjen haza és várja be otthon az utána küldendő értesítéseket. Haza otthon. Hát létezett ilyen fogalom ránézve. Hol van az ő otthona? Del Contrasto villájában? A fekete cukorgyártó Kálcolájónál, s annak a csontvász feleségénél, meg a Gugás nyakú szolgálójánál. A Malandrínik között. Azon az adományozott birtokon, amelyet egy régi nemestől koboztak el, aki maga most a hegyszakadékok barlangjaiban él, és akinek ő most vitorolja a nevét és címét, míg az igazi nevét és fejedelmi címét viselő apa valahol a hitetlenek földjén számlája a napok jöttét és lementét. El volt keseredve a jól tevője iránt, aki őt ennyi kitüntetéssel elhalmozta, két uradalmat és gazdag apanást adott neki. Hagyta volna inkább a csodatanya koldusai között, hisz az a bécsi csőcselék még válogatott társaság ezekhez a szigetlakókhoz képest. Az legalább kedélyes, tréfás, mulatságos és amellett jó szívű, ez pedig unalmas és kegyetlen. Folyvást az etnát látni maga előtt, folyvást a brigantikat tudni maga körül, folyvást a háborgó földet érezni a lába alatt, és soha egy mosolygó női arcot nem látni. Ez az utolsó volt a legszomorúbb gondolat. A szicíliai leány is bizonyosan szép és kedves fiatal korában, csak hogy akkor azt a rideg féltékenység rostély mögött tartja. A miféle némberrel György még eddig találkozott, az mint csámpás, csipás, gugás volt, durva bőrű, mintha pácolva volna, haja fakó, molyette. A szája széles, fekete fogó, a melle lapos, hát a domború, hangja olyan, mint a lúdgágogás, mint a megmerevített korsó böfögése. Ezek között tölts elő ifjú életét, amikor a szíve tele van követeléssel. Eszébe jutott a szép mirikló. Micsoda alak volt az aranytestben gyémánt szív. A kisujjában több volt a nő, mint az ittenieknek az egész testében. A császárnak mind a négy országában nincs ahhoz fogható bűbájos teremtés és őt most ide dobták az idegen szigetre, amint a mesehősét, Klímius Miklóst, aki egy más planétán csak majom alakú nőket talál, vagy olyanokat, akik faderekúak, meg egylábúak. A taorminai romokig nem volt szükség kalauzra. Az útfolyvást a tengerpart mentén kanyarodik bekerített nyaralók, narancskertek közé határozva, csak a nagy görög városon túl kezd szerteszét elágazni. Itt sem fogadott kalauszt. Rábízta magát az összférének a tájismeretére. ismeretére. az vitte őt a saját hajlandóságai szerint. Az út eltérőnél azt az ösvényt választva, aminek inkább tetszett. Dél lehetett, amikor György a taorminai árkádok alatt ellovagolt, és amíg a nyerekben ülve egyet -egy egyszer csak arra ébredt fel, hogy már lement a Lehetetlen, hogy nyerekben ekkorát bólinthasson az ember. Úgy volt az lehető, hogy az ösvény egy mély útba vezetett, amelyet mind a két oldalán magasra felnyúló meredek sziklafalak szorítottak össze. Ott már délután három órakor is éjszaka van. Nem emlékezett rá, hogy idejövet ehhez hasonló szikla folyosón jött volna keresztül. Mindegy volt neki, akárhová vezet az út. Másút sem várja a megérkeztét senki. A félelemhez pedig teljesen hiányzott a fogékonysága, különben is nála volt a bandita sípja, aminek csoda erővel kell bírni, és a saját jó öklében és az olmos botjában is bízott valamelyest. A szikla út pedig dacára annak, hogy egyre fölfelé vitt, mégis mindig mélyebb kezdett lenni. Egyike volt az etna mély repedéseinek, amelyek utoljára egy megfagyott lávarétek réteg torlaszánál végződnek. A napvilág már ennek az útnak a fenekét nem éri soha. Nem sokára megtudta György az összvér eszejárásának az etikai alapját. Ebben a mély útban van az Etna vidék gyérhegy forrásainak az egyike. Olyan kis forrás, hogy útközben, amíg lefelé halad a forró sziklákon, elpárolog. De a felbugyogó forrás főnél tágas völgyet nedvesít meg, és azt tele van édes bogáncs és bolytorján félével. Erre emlékezett vissza a teherhordó állat. Amint a forráshoz ért, nagy röfögéssel odavágtatott és beleállt a kristálytiszta vízbe a négy lábával, úgy kezdte azt mohon szürcsölni, aztán pedig nekiállt a bogáncsbozótnak, és nagy lakomát csapott belőle. Hasztalan nógatta, öztökélte a lovasa, nem mozdult ki onnan. Régi dolog az már, Bálám mindig valahányszor egy szamár, meg egy próféta vitába keveredett egymásra, mindig a próféta lett a vesztes. Utoljára is azt kellett tenni Györnek, hogy leszállva a nyerekből hagyta az összvért, a kantáránál fogva hozzákötve egy tamariszkusz bokorhoz, és maga elindult gyalog tovább az ösvényen valami éjszakára való tanyát felfedezni. Egy kanyarodásánál a szikla folyosónak egyszerre megnyílt előtt a hegy válpája magasan fenn az etna füstölgő csúcsát mutatva, alant pedig az út mentében egy amfiteátrum-szerű félkört tüntetve fel, amely olyan képet mutatott, mintha nagy kőkoloncokból volna összerakva egy lépcsősorozat, amely utoljára elvész egy tágas sziklaboltozat sötét odujába. A hegynyíláson át besütött a nap a szikla köröndbe, ismét nappal lett és a nyírkos hideget felváltotta a füllet forróság. A körönt keleti oldalán volt egy kis házikó. Fekete falai lávából összerakva. A házacska ablakában megtűzött a napsugár, s az, mint egy tűz négyszög világított alá a magasból. És a fekete ház egy kis kertecskével volt körülvéve. A meredek sziglapárkányon Oleander Bozót és gránát alma hajlott alá. A ház teteje sárssal volt födve. Az útról a házig egy a sziklába vágott keskeny lépcsősor vezetett fel meredébe. Amint közelebbről nézte ezt a sziklafészket, egyre nagyobb talány lett az előtte. Legelőször maga a felvezető út. Egy lépcsősor, amely a meredeken csapinós sziklafalba van vágva. De annak a lépcsőnek minden egyes foka olyan magas, hogy ember derékon felül ér. Arra az ember nem lép, hanem szöke. Egy hosszú kötél van legfen megerősítve, és alant egy vaskarikába csomózva. Ennek a segítségével lehet feldobálni magát az embernek. Ha odafenn azt a kötelet elvágják, akkor már két ember kell hozzá, aki egymást felsegíti egyik kőpadról a másikra, mint az egyiptomi piramidok megmászásánál. Aztán az egész egyenes vonalú lépcső nem megy a ház ajtajának, hanem az utolsó foknál megtörik. Úgy, hogy ott egy ember, aki vízik a jó két öklében, egyedül visszaverhet százakat, és sziklákkal agyon zúzhatja az ostromlókat, anélkül, hogy azok őt célba vehetnék. Az is megfoghatatlan, hogy hogyan építették oda, abba a szikla azt a házat. De még rejtélyesebb volt a házat körülvevő kert. Honnan került ez oda? egy óriási gesztenyefa egészen ráborul a házra, sötét zöld lomb kupolájával, két oldalán pedig ezüst zöld levelű olajfák hajlanak keresztül a kerítés párkányán, mely aztán egész hosszában tele van nőve Szent János kenyér és fügefabozóttal. A gyümölcs termő cserék úgy látszanak függeni a szikla oldalában. Hogy ez nem vendégfogadóház, azt onnan is sejthette György, hogy az út zsák utcává záródik-e tájú. A megfagyott láva tömeg koloncai elzárják két felős, azokon túl egy tátongó hasadék sötétlik. Ebben a házban olyan ember lakik, aki nem szereti a látogatókat. Ha rendes észjárású ember lett volna, azt teszi, hogy rögtön visszafordul innen, Felkeresi az összvérécs, míg az éj itt nem lepi, vágtat vissza hegynek alá az útválasztóig, ahol a járt ösvényről letért. Talán elő is vette volna jobbik eszét, ha egyszer csak meg nem szólal odafenn a függő kertben egy lélekfordító hang. Egy dal, leány hang, csengő édes hang, valami szicíliai románc és ugyanazt a dalt háromszorosan adja vissza a sziklateátrum, mintha három leány énekelgetne egymással versenybe, mindegyik fél hanggal alább, mint a másik. Nem sokára az alakjából is láthatott meg valamit az éneklőnek. Egy fürtökkel körül árnyékolt fejet, meg két mesztelen kart. A nő alak kimosott fehér ruhákat teregetett ki a Szent János kenyérbokrokra szárad. Akik gyolcsú gyolcsuhát viselnek, azok nem lehetnek banditák. Amint tovább hallgatta a dalt, feltűnt neki, hogy ez mégsem olasz néprománc melódiája, hanem egyike azoknak a madrigáloknak, amiket valamikor Bécsben hallotta Méti ünnepélyen. Hát, ha hétfejű tűzokádó sárkány őrizte volna a házat, nem tört volna fel azokon a szédületes lépcsőkön, hogy meglássa ennek a dalnak az éneklőjét az Etnában sem még akkora tűz, mint egy 18 éves fiú szívében. Fokról fokra felhajgálta magát a lépcsőzet legmagasabb párkányáig. Ott az után látta, hogy hiába volt minden fáradtsága. Az utolsó lépcsőfoknál derékszögben következik egy sziklába vágott gádor, amelyet megszakít egy mély verem, aminek az oldalába kaszák vannak verve. A vermet még csak át lehetne ugrani, de mi azon hídjanánt átvezet, a vas csapóajtó fel van húzva, és elzárja a ház bejáratát. A dal a kertben azonnal elhallgatotta, mint György elkezdett a lépcsőkön felmászni. Eszébe jutott, hogy hát neki van egy varázssípja, amelyet a malandrino vezértől kapott. Hát, ha itt vehetné valami hasznát, megeresztett rajta egy éles füttyöt. A sípszónak csak ugyan volt hatása, a csapóhajtó rögtön elkezdett aláereszkedni, és csendesen keresztük feküdt a mélységen, tárva hagyta a bejáratot. De György óvakodó volt, hát ez csak forté. A vasajtó lebindlenik oldalvást a rálépő terhe alatt, és azt aláküldi a kaszaverembe. Egy jó szökéssel átugrott a vasajtónak a Nem látott semmi élőlényt maga előtt, aki üdvözlését viszonozza. Ideje volt körülbámulni a rejtélyes kertet és házat. Egy óriási boltozat domborult azok fölött, hasonló a szicíliai latómiákhoz, mint valami nagy barlangnak a száda. De elő szabályosan ki volt vágva félkerekre. Ugyanezen sötétkék sziklákból volt építve maga a ház is. De az a nagy gesztenye fa felhatolt a lombjaival egész az üreg boltozatáig onnan terült ki a ház fölé. Hogy tudott ez a fa ilyen nagyra megnőni, azt csak azok értik meg, akik látták a szicíliai gesztenye óriásokat a mesztelen ráva rétegből kiemelkedni, ahol egy fűszál nem talál földet a maga számára. Csoda tenyészet van az etna körül, aminek a titkába ember nem képes lehatolni. A füge és narancs úgy díszlik a kopár sziklán, mint másutt a televényben. A barlang padmaja még több ölnyire bemélyed a sziklafalba, ahol már fák nincsenek, és ennek a boltozatáról hullalál szakadatlan esőcsöppekben az etna jegének olvadéka, mely a talajban elszivárog. Talán ez a titka annak a mesés tenyészetnek. Azoknak a folyton hulló esőcseppeknek a sugárai olyanok, mint egy nagy tündérhárfa ezüst húrjaival, és most midőn éppen a hanyatló nap rájuk süt, egy lángoló szivárvány támasztanak a sötét barlang előtt, melynek kápráztató színpompája megrettent. Itt istenek laknak. A régi görög mítosz istenei. Amint ott elámulva áll, egyszer csak megtörik a tündérhúr szőnyeg, szivárvány széttágul, és előlép a vízsugarak közül. Nem egy istennő, hanem egy szép leány. Prózai dolgot végzett, egy muszlin szövetet mosott ki, azt hozta vissza kiteríteni. Ehhez a munkához volt vetkőzve. Amint azonban meglátta maga előtt Györgyöt, nagyot sikoltott és hirtelen körülcsavarta a termetét, azzal a nedves muszlinnal. Aztán egy percig bámultak egymásra mind a ketten, aztán pedig elkezdtek kacagni, és kitárt karokkal rohantak egymás felé. Íjó kiállt a elragadtatással, György. Én vagyok az íjó, a te íjód, s végre te is az én ábrekem vagy. Többet azután nem mondtak egymásnak. Egyik sem kérdezte a másiktól, hogy került élte ide, mint a két éli páva szempillangó, a papillió ismer ráismer egymásra, amikor a geszt mélyéből összehozza őket, a mirábilis jalappának az illata. Egy darab paradicsom volt a számukra kiemelve a föld közepéből, beleépítve a szikla keblébe, beárnyékozva Halhatatlan fák lombjától, beillatozva a rozmarink fák, narancsok, mirtuszok ámbrájától. Nem gondoltak ezek mostan se az életre, se a halára, se ami azután következik. Csak a csókban kifáradt sóhajtás suttogta, te vagy az én íjóm, te vagy az én ábrekem, te vagy az én szerelmem. Ilyen nagy utat kellett nekik tenni, hogy ezt egymásnak megmondják. Nem tehették ezt a méti ünnep misztériumai alatt? Tündérálomnak, a varázslatnak tetszett ez a találkozás. A vad fantázia véletlen -e ez, misztikus romanticizmus, az olimpi fenséges tréfája, szitére szeszélye, talizmán, fátum, egyik sem. A legegyszerűbb megoldása volt ennek a találkozásnak, Ezúttal a földiek tréfálták meg a magasban lakókat. Ne kérdezz semmit, mindent elmondok, én sem kérdek tőled semmit, mindent tudok, mondta a leány. Elébb lássa lakomához. Lakomához. Hát étlen szomjon, csak nem hagyom a vőlegényemet, akit vártam. Te engem vártál? Ma estére vártalak. Ha magadtól nem jöttél volna, hoztak volna. Ki ide? Olofernó? Akkor okos ember volt. Nem, az összvérem hozott ide. Akkor a szamár volt az okos. Ez hadd öltözzek fel. Így szebb vagy. Hallgass. Adott neki egy fricskát az orrára, és elfutott toalettet csinálni a házba. Nem sokára visszajött. Na, ugyan nagy toalettet csinált, a muszlim fölé egy vörös kendőből övet kötött a derekára. Aztán felkapta a két karjára Györgyöt, úgy vitte a házba, mint egy ölbeli babát. Egyetlen szobából állt az egész lakár. A falak simára csiszolt kőből voltak rakva. Asztal, a székek mind kőből voltak letakarva gyapjú szövetekkel, zsákok, bőrtömlők, fa és cserépedények voltak a szögletekben elhelyezve. A hátulsó falból egy ólomcső kis, annak a nyilásán csorgott folytonosan egy vízsugár a szobába, mely a padlatba vágott kőmedencét színültig tölté, de azon túl soha nem csordult. Négy sült madárféle volt egy cseréptában, hozzá sült gesztenye. A madarak olajban voltak kisütve. György esküdött rá, hogy ennél fölségesebb lakomát soha életében nem evett. Szerette volna tudni, hogy jutott ehhez így jó. Te csak egyél, én tudom, mire gondolsz, mindenre felelek, mielőtt kérdeznél. Azt akarod tudni, hogy hol veszem én a pecsenyének való madarakat itt a sziklaóduban. Hát láttad a kövek közül kinőve azt a sok boróka bozótot meg a medveszőlőt? az egész esztendőben rakva van bogyóka folyvás tere, és a madarak mindig oda járnak, azokot megfogják magukat a kiakasztott törökben. Amikor szükségem van rájuk, csak kimegyek a bozóthoz, és behozok belőlük, amennyi a konyhámon kell. Ez mi nálunk a baromfi udvar. Az olasz úgy hívja a kerítését, hogy Ucsejjáó, és onnan éldegél tisztességesen. Ez szerint most is megtörténik az a csoda, hogy fűrjek hullanak az égből, és manna gesztenye alakban, és olaj csordul ki az özvegyasszony kifogyhatatlan korsójából. Azt ez a szép olaj fagyja. De már most azt szeretnéd tudni, ugye, hogyan sütöm én meg a fűrjeket és a gesztenyét, mikor itt nem kapni tüzelőfát sehol? Hát hiszen itt van a tüzek atya Gibelló. A fejünk fölött csurog le a forrásvize, az olvadó a szikla hasadékokon keresztül, a lábunk alatt meg füstölög a szolfatára. Egy szikra repedés van a házikó alatt, aminek katlan csináltak, és azt lezárták egy agyakkondérral. Onnan jön fel a föld alatti hőség. A katlan fölötti cserépkondér megolvadna a hőségtől, ha folyton nem csorogna belé az a felülről jövő vízsugár. Gyere, tekintsd meg! Ijó felemelt egy csapóajtót, amely a padlattal egyenlő volt, és onnan kőlépcsőn szállt alá, maga után vezetve Györgyöt a ház alatti pincébe. Másodt a pince hideg, ez itt meleg volt. A tűzhely környékén olyan forró volt a szikla, mint a Pozzuoli szolfatára körül. Az üstben folyvást forrott a víz, és felülről folyvást ömlött bele annyi hideg víz, amennyi elpárolgott belőle. Ha az olajjal tölt serpenyőt fölé tartották, az olaj is forró lett, és lehetett benne pecsenyét sütni, a gesztenyét pedig csak a katlan párkányára kellett rakni, hogy megsüljön. Már most látod, ugye, hogy micsoda fejedelmi várkastély ez itten. Ez bevenni egy hadsereggel sem lehet. Én magam, egy leány, az alkirály valamennyi katonáját mind agyon verem kövekkel. Kiéheztetni sem lehet ennek a várnak az urát, mert itt egész esztendőben friss eledelterem, ital is van elég. Ugye jó volt az a narancs amit a számodra készítettem. Hát még a gránátalmabor. Tehát ki ennek a várnak az ura? hallgass, ne kérdezz. Ha megszólalsz, mindjárt bezárom a szádat egy csókkal. Az ilyen fenyegetés hasonlít a jutalom kitűzéshez sűrű közbeszólásokra. Egymás után meg fogsz tudni mindent, de várj sorra. Te ostoba vagy, semmit nem tudsz. Ugye mondtam, mikor legelőször találkoztunk, hogy én is olyan ostoba vagyok, mint te. Egymáshoz illünk, mert semmit sem tudunk. De én már akkor tudtam azt, hogy szeretlek, de te még nem tudtad. Te még akkor azt sem tudtad, hogy kinek hívnak. Azt mondtad, hogy te vagy, Junkie gróf, hogy nevettem rajtad, és aztán haragudtam is rád. Hiszen ez a név az én családomnak a birtok neve. Minket hívnak Ábul Féda, D. Junkinak. Akkor te neked az én bátyámnak kellene lenned. Én pedig nem akartam, hogy te az én bátyám légy. Én tudok valami más lenni, te rád nézve, mint a hugod. Azt is tudtam, hogy ezt a nevet a birtokkal együtt elvették az én családomtól, azért, mert a császár ellen rebelláltak a férfiaink. Azokat mind száműzték, engem pedig felvittek Bécsbe, és ott rábíztak. Olyan jó gondviselő kezekre, mint Lodoiszka grófnő. Gondolsz még rá? Most is szebbnek találod még, mint én vagyok. Találhatod már? Levágták annak a haját, és bedugták a karmelita nő kolostorába. No már megint kérdezni akarsz? Cupp, Várd sorára! mindent megtudsz. Én hamarabb megtudtam, hogy ki vagy te igazán, mint te magad. És nem találod ki ezzel a te kondor fejeddel, hogy kitől tudtam meg? Pedig olyan közel volt hozzád, a te testvérbátyától, akit viszont már kézedi szánkárlónak címeztek akkor, mikor te a Szán Krisztina nevet kaptad. Akkor tudtam meg, hogy ő Rákóczi József fejedelemfi, te pedig Rákóczi György vagy. A római császár udvaránál összekerültek mindazoknak a tartományoknak az előkelő fiai és lányai, amelyeken ő uralkodik. Annyi neki a trónusa, mint más császárnak, a nyergeslova. Spanyolországban, Németalföldön, Ausztriában és Magyarországon, a két szicíliai királyságban lobognak az ő kétfejű sasai. És mikor ezek a minden országból összejött idegenek, spanyolok, belgák, magyarok, olaszok, egy helyen összegyűlnek és találnak egy olyan nyelvet, ami egymást megértik. Tudod, hogy miről beszélnek azok valamennyien egymás között? Most igazán ne szólj semmit. Ió úgy találta tüzet oltani tűzzel, igen rossz metódus. György nem bánta, akármi történik a római császárnak mind az öt trónksával. Hűsítőt kellett a számára készíteni gránátalmából. Mikor te még nem tudtad, hogy ki vagy, mi már akkor azt mind tudtuk. Minden nemzet a magyarokra gondolt, mikor azok elkezdik a láncot törni, a többi is lehull. De hát ki fogja kezdeni? A fejedelem öreg ember lemondott a világról, messze is van, és ott igen jól őrzik. De van két fia. József a legöregebb, az már férfi. Hanem egy baja van, az, hogy halott. Korán kezdett élni, és elvégezte. Mihelyt lovagol melvérzést kap. A tábori élet megölné ő maga is tudja, hogy veszti indult, és ettől ellágyult a lelke is. Hanem annak van egy öccsa György. Még gyermek, de egész dalia. Mennyit emlegették a nevedet, de nem lehetett hozzád férni. Van mána őrzött, és a Péter szolgát kémkedett. Minden szavad, minden gondolatot fel volt jegyezve. És a bátyád József látta, hogy téged is ugyanarra az útra visznek, amely őt ifja megvénítette. Ki akart ragadni kezeik közül? Minden tudott, ami a méti ünnepélyen történt. Kitől tudta meg? Hát kitől mástól, mint én tőlem. Szerettelek. Nem akartam engedni, hogy a rossz tündér elvarázsoljon. Attól voltál megigézve. Engem sem akartál látni, mikor azt láttam, hogy csókolod az ajkát, olyan közel voltam hozzá, hogy ezt a tört az oldaladba fúrjam. Még most is szeretném ezt a szívedbe döfni, ha rá gondolok. No, – Na, hát dövd oda! – mondá György, szétnyitva a mellényét a szíve fölött. – Kétszer nem mond, mert megteszem. – Dövd oda! A lány fogta a tört, s elkezdte azt az ifjú bőrébe lassan benyomni a hegyével de aztán csak eldobta a kezéből, és más módját találta ki a buszúállásnak. Azzal tovább folytatta a regemondást. Az a kutyás ember a bátyát szövetségese volt, ő hívta azt fel a bécsi vásárra. Az volt a tervük, hogy téged odacsalnak a vadméneshez, s akkor a szilajlovakkal együtt elragadnak magukkal Magyarországba. Minden jól ment a terv szerint, csak egyet nem tudtak elszakítani, azt a láncot, amivel téged a szép zsuzsánna a lábaihoz kötözött. Annak a fogja voltál. Mennyi tervet koholtunk, hogy ebből a hálóból kiszabadítsunk, és van már a sejtette terveinket. Azzal hiúsította azt meg, hogy téged összeveszített a testvéreddel. Pár viadalra hívtátok egymást. Ekkor mi viszont azt találtuk, hogy amikor összejöttök a Spinnerinam Kreutz mellett, ott ragadtatunk el téged a kurucokkal, akik a közelben rejtőznek éjjel-nappal. Azoknak a vezére volt a csikós gazda. A bécsiektől kutyás embernek gúnyolva. Vám már ezt az embert akarta ártalmatlanná tenni. Ezért volt a népies maskaráda a vásárban. A csikós látogatás, a fogadás egy pár viadalra, kard bot ellen. Az alatt, míg a tündérnő csókjai téged vakítanak, meg van a törhegy, a csikós szemeit szúrja ki. A te kiáltásod, magyar űst, fordítá meg a rémkomédiát. A csikós agyonüté bottal az ellenfelét, maga is íres bajvívó volt. Tudom, atyám vezére volt, pelargus a neve. Hát ezt megtudtad. Igen, az általános zűrzavarban néhány szót tudott velem váltani. Ő mondta meg, hogy Szánkárló már cseze az én bátyám. Aztán siettetett, hogy fussak onnan az ablakon át leereszkedve a kötélen. Ő addig védni fogja a karzat feljáratát. Mi lett Erről a szóra elkezdett hangosan kacagni jó. Hogy mi lett pelárgusból? Ó, te majom, te szajkó, te! Az kérde tőlem, hogy mi lett Te kérded én tőlem? Hát ismersz engem. Hogy hívnak? Te vagy az én íjom. Bizony, mégis megvan a két szeme. Azt hittem bagoly vagy, aki csak éjjel lát. Nos, mi lett pelárgusból? A leány még jobban kacagott. Na no, ne csiklandoz ezzel a kérdéssel, mert kikacagom a lelkemet. Csak annyit mondj, hogy nem öltéke meg a báfomet lovagok. Eszükbe se volt. A rendőrség fel volt lármázva már, az egész méti ünnepély denunciálva volt egy a császárhoz intézett levélben. Az a levél az én nevemben volt írva, de én azt nem írtam, mert még akkor nem is tudtam írni. Pedig azért nyertem jutalmul ezt a két grófságot Szicíliában. Nehéz kitalálnod, ugye hogy ki volt az a nagy lelkű ember, aki helyetted és nevedben tette a feljelentést, és aztán neked engedte át a jutalmat, kitüntetést. Hát nem súgja meg a szívet, hogy az a bátyád volt József? És miért tette azt, hogy engem ide juttatott? Hát rossz helyen vagy, hálátlan kígyó. Most egészen jó helyen vagyok. De mégis tömlőt ez a sziget. Hogy volna tömlőc, amikor tenger veszi körül? Hát, kérdez még valamit? Ne kérdez. Nincs ahhoz való eszet. A méti ünnepi hősei mind szétfutottak a katasztrófa után, és megtudva a följelentést, akik bűnösebbnek érezték magukat, siettek menekülni a határon keresztül, Mások maguk mentek fel védekezni, és az elfutottakra hárítani a gonoszságokat. A császár nem engedte, hogy a törvényszék előkerüljön az óriási botrány. Többet a hölgyek közül kolostorba dugtak. Én azok között voltam, akik áruhában, Olaszországon keresztül menekültek, de elég tanácsot tartottam a bátyáddal, aki téged a Baphomet templomból megmenekülésed után nyomról nyomra követett a csodatanyáig, ahol a cigány vajdát elfogadtad apádnak, és kicsiny híja, hogy zendülés nem kezdtél a csőcselékkel. Ezt is a bátyád akadályozta meg. Ő volt a te gondviselésed, ő volt az, aki ezt a dicső nagy szerepet, amelyet a sors ő rábízott, és melyet ő elvesztegetett, ráruházta át. Ha még valaha összetalálkozol vele. Hát tudod-e már, hogy miért jöttem én ide? Mégsem tudod? Hát hány ezer csóktól fogod megtanulni? Azért, mert szerettelek, azért, mert féltettelek. Te azt a kastét, azt a birtokot kaptad hűbérül a császártól, amelyet az én családomtól koboztak el. Téged megölnének itten az én bátyáim, rokonaim az első holdvilágtalan éjszakán, ha én be nem takargatnálak. És betakargatta az ifjút, hosszú aranyba játszó hajának sátorával körös körül ezt nem járja át a tőr. Jó szerencse hozta úgy meg az a viaszgyártya, amelyet a bambino kép előtt elégettem, hogy tégedet az összvéret félretérített a rendes útról, mert a Domenicino bátyám ott lesett rád a gesztenye erdőben. A fiú már mellett, a fuggitívikkel, hogy útközben visszatérett, elfogjanak. Tudva volt, hogy odafent jártál a gibellón de hát, ha nem hagytam magam elfogni. Én nem vagyok viaszból, azt tudod? Nézd ezt a sípot, ha ezzel jelt adok. a malandrínik minden rejtekből előrohannak a védelmemre. Te azt képzeled, hogy húsz malandrénó meg mert támadni két fuggitívót? Azok csak alvó embereket mernek megrohanni, de a kart hegyétől csiklandik a bőrük. Kár volt velük azt az alkot kötnöd. Az uradalmad jövedelmének egy harmadát nekik kötötted le. A bátyáim ezért dühösek rád nagyon. Soha se legyenek azért dühösek. Ott van még a harmadik rész, azt meg nekik adom. Hát neked akkor mi marad? Nekem pedig marad ez az egész világ, amit most a két karommal átölelek. És ugyan átölelte. Hát te én velem is beéred. Nem kell nekem az egész Szicíliából egyéb, te és már most nem börtön nekem ez a sziget, hanem paradicsom. Soha el nem kívánkozom innen. Azért mégis el fogsz menni, majd ha én küldelek. Az édes álmokat egy puskalövés a völgyben zavarta fel, amelyet sokszoros vízhangban adtak tovább a sziklák. Valamelyik megérkezett a két bátyám közül, s az ide fel fog jönni? Ez a mi közös menedékünk. S ha az engem meglát, ki fogja rántani a kését és a rád rohan? Akkor meg fogjuk tudni, hogy melyikünknek a kése élesebb. Igen, ha én nem volnék köztetek. Mind a kettőtöknek drágább a vére, mint hogy egymás tőre oncsaki. ki. Te maradj veszteg oda a picében, ott jól el vagy rejtve. Majd mikor én hívlak, akkor előjöhetsz. szeretsz -e? Ha szeretsz, akkor most hagyd magad eltemetni, s várd amíg feltámasztalak. És az ifjú elhagyta magát temetni, és hitt a feltámadásban.